A tartalékosan érkező vendégek kezdték jobban a mérkőzést, csak a 13. percben 5-5-nél érte utol ellenfelét a Kisvárda. Az első félidő második fele már a hazaiaké volt, így 15-10-es vezetéssel vonulhatott a szünetre Dévényi János együttese. A második félidőben ott folytatta a házigazda, ahol a pihenő előtt abbahagyta, fokozatosan nőtt a két csapat közötti különbség, és végül 10 gólos győzelemmel vetett véget 3 meccses vereség sorozatának a Kisvárda. Érdekes módon mi kezdtük idegesebben a mérkőzést, tehát ugye az elején 4-5 ajtóablakzicert hibáztunk, de utána helyreállt a rend, fél időre sikerült egy nagyobb előnyt tulajdonképpen kialakítanunk. Másik fél időt megint úgy kezdtük, mint a Vác ellen, tehát mindjárt 3 technikai hibával, illetve számtalan zicser hibával. Aztán megint utána összeszedtük magunkat, és valami külön öröm, hogy megszerezte élete első gólját Soltész Petra nevű ifjúsági játékosunk. Úgyhogy neki gratulálunk, megyünk tovább, dolgozunk, próbáljuk ezeket a hullámvölgyeket kivenni még a játékunkból, és most egy nagyon nehéz szakasz a következik a bajnokságnak, próbálunk tisztességgel helytállni és komolyan küzdeni. A vendégek edzője szerint a sok hiányzójuk miatt nem lehetett esélyük a Kisvárda ellen. Ma úgy érkeztünk ide, hogy talán soha nagyon-nagyon tartalékosan, mert ez meg is látszik. A játékosaim hiányoznak, akik a mi kis életünkben meghatározóak, úgyhogy őket mi nem vagyunk képesek azon a szinten pótolni, hogy egy ilyen mérkőzést meg tudjunk nyerni. Sok fiatal játszott a Békés Csabában, nagyon sok fiatal. 15 éves is volt a pályán, aki nagyon szépen meg is oldotta különben a szituációkat ahhoz képest. Úgyhogy ennek egy picit örülök, az eredménynek annyira nem, de hát ez van. A 7 gól szerző Orván Adrián annak örült, hogy véget ért a csapat negatív sorozata. Örülök, hogy végre győzelem után ülhetek itt. Igazából tényleg mi voltunk az esélyesek, hiszen nagyon sok hiányzó volt a Békés Csabában, de hát így is meg kell nyerni ezt a meccset. Úgyhogy örülök, hogy sikerült a csapatnak, már szükségünk volt erre a sikerre. Remélem, hogy ez erőt ad nekünk így a továbbiakban, és én is csak gratulálok a Petrának. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos volt neki. Az NBA tabellájának élén a 100%-os Győr áll 42 ponttal, megelőzve a 2 meccsel kevesebbet játszó 36 pontos Ferencvárost. A 19 pontos Kisvárda a 8. helyen várja csütörtöki siófoki vendégjátékát.